Lendvai Ernőné, Szabó Mária neve sokak számára ismerős. Legendás néptáncpedagógus volt, generációk ismerhették meg általa a népi játékokat, a látványos koreográfiákat. Emlékére táblát avattak a Tánclánc alapfokú művészeti iskolában. A kezdeményező Müller Anita igazgató volt. Az ötlet az dr. Felföldi Lászlótól indult el, hiszen ő koppintott a fejünkre a Táncművészeti Egyetemen és a Tudományos Akadémiában egy közös munkánk során, hogy egy szakembernek az is feladata kell legyen, hogy a lakóhelye és annak a környékén élő, szakmában működő, dolgozó vagy hagyományozódott értékeket felkutassa és arra ráirányítsa a figyelmet, hiszen ki más tenné ezt meg, hanem a szakma. Ekkor kezdett el Müller Anita például Rétei Prikkel Marián munkásságával foglalkozni, aki a Magyarság táncai című könyvében először rendszer szemléletben vizsgálta a néptáncokat. Természetesen Lendvai Ernőné sem maradhatott ki, hisz Müller Anita számára példakép. Mária néni volt a pedagógus mintaképe számomra, nem csak mint néptáncos vagy néptáncpedagógus, hanem az a fajta aura, ami őt körülvette. Ha te abba belekerültél, óhatatlanul, jó értelembe véve fertőződtél meg Mária nénivel, annyira csodálatos személyisége volt. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy én még dolgozhattam vele, és barátjának mondhattam magam. Az emléktábla avatása kapcsán egy kamara kiállítást is összeállítottak Lendvai Ernőnéhez kötődő fotókból, dokumentumokból. A kiállítás az jelen pillanatban marad, illetve a Vadvirág Művészeti Egyesület YouTube csatornájára lesz feltöltve, és onnét majd nyilvánossá tesszük azokat a dolgokat, azokat a képeket, fotókat, leírásokat, amelyhez majd a család hozzájárul. Illetve magán a táblán nem csak Mária néni önéletrajza olvasható nyilván, hanem a legfontosabb általa megalapított és az induló követ lehelyezett tantárgy a magyar néptánc tanrend bekerülése. És itt nem az alapfokú művészeti iskolára gondolok, hanem az általános iskolákra, hiszen ugye mi azt gondoljuk, hogy ez egy új keletű dolog, nem. Lendvai Ernőné, Mária néni már a 70-es években ezeknek az alapjait helyezte le. Ez a pár ember, akik annak idején bevállalták, 5 iskola, tudomásom szerint az országban, ahova lejárt Voltin Jolán, Martin György, mentek fel a tanárok hozzájuk tanulni. Számtalan dokumentáció van, beszámoló, minden hónapban írni kellett, hogy mi történt, meddig jutottak el, mik a nehézségek, mik a pozitívumok. És ugye Martin György és Voltin Jolán, aki a hátán vitte ezt az egész tervet, ők ezeket begyűjtötték, és ennek a tanulságai nyomán került tulajdonképpen lehetőség a magyar kormány számára, hogy a pedagógiai programba beilleszthető a testnevelés óra keretében a néptánc. És ez nem most történt meg, hanem annak idején a 70-es években itt Pápán már elindult. A táblaavatón jelen volt Unger Tamás alpolgármester is, aki elismerését fejezte ki a kezdeményezésért. Az elődök tisztelete az feltétele annak, hogy a munkánkat jól tudjuk végezni, hiszen az ő munkájukból, az ő gondolataikból, az ő elveikből lehet építkezni egy olyan tevékenységben, tulajdonképpen bármilyen tevékenységben, amit végzünk, és azért most egy olyan speciális területről beszélünk, ami azt hiszem, hogy a város számára is kiemelten fontos. Az emléktábla mellett a termet is Lendvai Ernőnéről nevezték el. Biztos vagyok benne, hogy amikor jó sok idő eltelik majd, akkor egyre több és több olyan szakember fog tudni kinőni majd ezek közül, a falak közül, akik lehet, hogy egyszer majd egy teremnek a nevét viselni fogják. Én ezt kívánom a jelenlévőknek, legyen örömük abban, amit csinálnak, végezzék jókedvel, amit csinálnak, természetesen a saját örömükre is, és mindannyiunk örömére. Az avató ünnepségen Bán Éva felidézte Lendvai Ernőnéhez kötődő személyes emlékeit. Szívügyem volt kiskoromtól kezdve a néptánc művelése, és így létrehoztam egy 14 fős asszonyokból, lányokból álló néptáncsoportot a vállalat központjában.
Ekkor kértem meg Mária nénit, hogy tanítson be csoportnak, akik teljesen amatőrök voltak, egy néptánc koreográfiát. A betanítás olyan jól sikerült, hogy a zsűriben helyet foglaló legendás néptáncmester Vásárhelyi László első helyezésben részesítette a csoportot a sok bemutatkozó előtt. Természetesen nagyon nagy volt az öröm, és Mária néni bíztatott bennünket, hogy ne hagyjuk abba a táncolást. Itt teremtődtek meg a Pápai Néptánc Együttes gyökerei. Mária néni az együttes működését mindig figyelemmel kísérte, és az elért sikerek számára is nagy büszkeséget jelentettek. 5 évente megrendezett vadvilágos évfordulós ünnepeinkre mindig eljött, és könnyes szemmel emlékeztünk arra az időkre, hogy honnan indultunk és hova jutottunk. Jelenléte most is köztünk van, de nagyon hiányzik. A rendezvényen jelen volt Lendvai Ernőné fia is. Nagyon meghatódás, és köszönöm a Müller Anita igazgatóasszonynak, hogy ezzel a ünnepéllyel megkoronázta anyunak az egész népi táncos munkásságát. Saját gyermekeként hogy látta őt? Milyen volt a néptáncban, és milyen volt a személyisége? Velem szigorú volt azért, mint a többiekkel szemben, hogy azért ne legyen az, hogy azért ad nekem 5-öst a néptáncra, mert én vagyok a kisfia, hanem azért, hogy megtanuljam azokat a táncokat, amit ő meg akar tanítani nekünk. Voltak tréfás dolgok is, voltak szigorúbbak is, de mindig a néptánc volt neki az, amit szeretett. Fizikát is tanított, de azt is ellátta becsülettel azt a feladatát, de a néptánc volt az, ami teljes mértékben az életét lekötötte. A táblaavató résztvevői megnézték a kiállítást, felidézve Mária néni alakját.